Ezúttal tereléses nagyvad társas vadászatot tartott a Sárospataki központú Zempléni Hubertus vadásztársaság. Szokásaikhoz hűen a kora reggeli időpontban eligazítással kezdték a napot, havas, enyhén ködös időben. Kiosztották a megjelenteknek a térképeket, melyeken a terelős iránya, a lövési zóna és a vadászok helyei is fel voltak tüntetve. A vadászmester pedig megkezdte a biztonságos és szabályos vadászathoz szükséges dokumentumok és persze a fegyverek ellenőrzését. Fegyvertartási engedély, ott van mellette a vadászjegy, az egyéni lőjegyzék és a használt fegyvernek az engedélye. Az eligazítás zárásaként a vadászok kihúzták a kalapból a lőhelyeiket, amelyeket a nap során elfoglaltak. A vadászat első helyszíne a Kisszava, Nagyszava, Sóstető környéke volt. A szervező társaság elnöke azt mondta, egyfajta jutalomként tartották meg a vadászatot azon tagjaiknak és partnereiknek, akik közreműködtek a szezon egyik legsikeresebb vadászatánál. A 11. vadászatunk nagyon jól sikerült, és azok, akik segítettek nekünk abba, hogy az így sikerüljön, azokat így látjuk vendégül a saját vadászainkat, és a Kossuth VT-től pedig azért, mert nagyon jó három vadászatot szerveztek nekünk a Fácán vadászatnál. A főként apróvadas területekkel rendelkező Kossuth vadásztársaság is a jó kapcsolat fenntartására törekedik. Egyre jobb, tehát úgy gondolom, hogy minden téren próbáljuk egymást segíteni. Ugye volt közös vadételfőzőnk karácsonykor, aztán hát többet jönnek ők is hozzánk vadászni, meg hát mi is járunk ide hozzájuk. Az első hajtás után a vadászok megoszthatták egymással addigi tapasztalataikat, egyúttal gratulálhattak a két szarvast elejtő társuknak is. A 18-as standon álltam, és visszatörők voltak, tehát visszafele jött a tehén és a bornyú. És a tehenet lőttem meg először, utána a bornyú visszafordult, és úgy sikerült meglőni a bornyút is. A nagyvadas terelővadászat második hajtása már nem volt eredményes, így ezen a napon ezt a két szarvast ejtették el a társaság tagjai.